A Citera mozgalom színeivel találkozott az emléknapon. Szilasi Mihály a vajdasági citerázás egyik úttörője, a Múzsiai Citera zenekar alapítója volt, aki egyedi játékával, az úgynevezett sánta ütéssel maradt meg a citerások emlékében. Hát ez úgy néz ki, mikor valakinek egyik lába rövidebb, és táncol. És akkor persze billeg erre-arra, ne ez a sánta. A rendezvény a vajdasági citerások legjelesebb dátuma. Találkoznak, zenélnek, emellett a rendezvényen az is kiderül, hogy hol tart a citerázás vajdaságban. Vannak új tanítványok, jelentkeznek új tanárok. Én, mint hangszerkészítő, mint citerakészítő is állítom, hogy van érdeklődés. Hát legalább egy pár évig, egy 5-6 évig akarok még citerázni. Ezt nem szeretném abba hagyni. Így Némán is vissza-vissza hív. Így szól Fehér Ferenc apám citerájának az utolsó sora. A tegnapi est azonban nem a néma, hanem az életet hirdető citerának szólt. A citera el tudta velünk hitetni, hogy erőt, bizakodást tud adni, és az embernek a lába is elkezdett mozogni, esetleg táncra is perdülhetett volna. Ez azt jelenti, hogy hagyomány, élő hagyomány az a legnagyobb gondban, bajban is segíteni tud és éltetni tud. A citera az első durindul megszervezésével a 70-es évek közepén került le a padlásokról és vált újra élő hagyománnyá. A durindó idővel minden délvidéki népzenész találkozójává lett, a Szilasi Emléknap pedig immár a legjobb citerások évi találkozója.